Köszöntöm a Tudomány határok nélkül című műsorunk nézőit. 1937-ben az orvosi Nobel-díjat egy magyar tudós vehette át. Szentgyörgyi Albert a biológiai égés folyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársav katalízis szerepének terén tett felfedezéseiért érdemelte ki ezt az elismerést. Mindmáig ő az egyetlen magyar tudós, aki Magyarországon élve itthon végzett kutatásaiért kapta meg a Nobel-díjat. 2012-ben lesz 75 éve ennek a jeles eseménynek. A Szegedi Tudományegyetem nagyszabású konferenciával emlékezik meg Szentgyörgyi Albertről. 6 szekcióban 6 tudományterület legfrissebb eredményeiről számolnak be a világ különböző tájáról érkező kutatók 2012. márciusában. A most következő percekben a tuberkulózis paleopatológiájáról beszélgetünk, beszélgetőtársam pedig dr. Pálffy György, az ICEPT-2 embertani tanszékének tanszékvezetője, paleopatológus. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogyan kerültek az antropológusok egy orvosi molekuláris biológiai genetikai irányultságú konferenciára? Kicsit messziről és kerülő úton, de biztosan befutottunk a 6 konferencia csomag kellős közepébe. Talán azzal kezdeném, hogy ez a rendezvény már önmagában is egy évfordulós rendezvény, hiszen 15 évvel korábban, 1997-ben Szeged adott otthont egy szintén a tuberkulózis evolúciójával kapcsolatos rendezvénynek. Az antropológus úgy kerül a tuberkulózis közelébe, azon kívül, hogy ő is veszélyeztetett, mint akármelyik földi halandó ezen a földön, hogy régi csontokon specifikus jelekből fölismerheti a betegség korai vagy korábbi változatait. Több ezer éve velünk él a tuberkulózis, és mint történeti antropológiai irányultságú tanszék a kutatási területünkbe beleesik a paleopatológia is. Ez azt is jelenti, hogy Szegeden erős a tuberkulózis paleopatológiai kutatása? Mondhatjuk azt hiszem bátran, hogy igen. 1972-ben született elődöm Marcsik Antónia docensnő tollából az első ilyen tárgyú közlemény. Ő egy avarkori lelet esetében vélte felfedezni a tuberkulózist. Elég jó biztonsággal felfedezhette, hiszen itt van éppen annak a leletnek egy darabja a kezemben. Tehát ez konkrétan az a lelet? Ez konkrétan az a lelet, nem tudtam, hogy erre fog irányulni a kérdés, de ez egy olyan lelet, amit azóta már többszörösen újra vizsgáltunk. Minden vizsgálat megerősítette a TBC diagnózisát. Ez mondjuk egy meglehetősen jellegzetes, hegyes szögletű, úgynevezett pottféle púp, ami egy súlyos gerinc destrukció következménye volt. Most egy kicsit megszakítjuk a beszélgetést, hogy megmutassuk önöknek a Szegedi Antropológiai Biobankot. Az itt található embertani gyűjtemény egyike a világ legnagyobb humán csontváz gyűjteményeinek. Több mint 30 ezer hiteles régészeti ásatásokból származó, a neolit kortól a modern időkig datált emberi csontvázat foglal magába. Ereszkedjünk alá! A Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi Karának pincerendszere sok érdekességet rejt. Többek között itt található az embertani tanszék csaknem 30 ezeres csontgyűjteményének egy része. A leletek majd 7000 éve törelnek fel. Ezek a csontok egy neolitkorban, azaz 7 évezrede Hódmezővásárhely közelében élt nőtől származnak, aki egy olyan betegségben szenvedett, amely még ma is szedi áldozatait. Ez pedig nem más, mint a tuberkulózis. Itt egy nyakcsigolyán látszik a TBC-s gyulladásnak a nyoma, spondilitis tuberkulóza nyoma. Gyakorlatilag érdemes ilyenkor összehasonlítani egy másik nyakcsigolyával, amelyik épp egészséges, legalábbis kívülről, itt pedig teljesen elpusztult már a csigolya test. A csontok tárolása nagy gondot okoz, hiszen ez az értékes anyag nem csak itt, hanem még 3 másik raktárban, nem éppen európai körülmények között tároltatik. Ezekben a csomagokban például 20 éve feltárt, de még nem vizsgált emberi maradványok találhatók. Ez az oktatóterem, ahol már felcímkézett dobozokban olyan leleteket tárolnak, amelyeket oktatásra használnak, vagy éppen most vizsgálnak.
érdemes egy pár szót ejteni ennek a hatalmas anyagnak a történetéről. 1930-as évekre tehető tulajdonképpen a gyűjtemény kezdete. Igaz, akkor még tanszék Szegeden nem volt, viszont ásatások folytak. Akkoriban Móra Ferenc volt a Szegedi Múzeum igazgatója, és ásatásokat végzett Szeged környékén. Az embertani leleteket pedig Bartucz Lajos antropológus professzornak adta. 1940-ben megalakult Szegeden is az embertani intézet, aminek az élére Bartucz Lajost nevezték ki, és ő folytatta ezt a gyűjtő munkát. Nem csak ő, hanem az utódai is. Lipták Pál 1965-ben egy megállapodást kötött a Magyar Természettudományi Múzeum akkori vezetőjével, és ennek a megállapodásnak a keretében a Budapest-Szeged vonaltól keletre eső régészeti ásatásokból származó leletek a szegedi embertani tanszékre kerültek megőrzésre, és így gyarapodott gyakorlatilag a gyűjteményünk a közelmúltig. A szegedi embertani tanszéken tárolt csontleletek egy egyedülálló biológiai forrásgyűjteményt alkotnak, ami tartalmazza egyrészt a régen élt humán populációk biológiai maradványait, de tartalmazza elődeink bizonyos betegségeinek a lenyomatait is. Nézzünk egy-két olyan példát, ahol a kor látható nyomot hagyott az emberi csontváz különböző részein. A Sárét udvari honfoglaláskori temetőből származik ez a két combcsont. Nehéz eldönteni annak, aki nem tudja, hogy milyen a combcsont állaga valójában, de talán ha ezt a felső részt itt megnézzük, akkor feltűnik, hogy milyen óriási a különbség a felső és az alsó rész vastagsága és megjelenése között. Ezt a megbetegedést osteomielitisnek, csontvelő gyulladásnak nevezzük, ezt genykeltő baktériumok okozzák, és ennek az illetőnek bizonyosan nagyon nagy fájdalmai lehettek az élete folyamán. Mellette szintén a Sárét udvari temetőből származó lelethez tartozó csontokat láthatunk, két láb maradványait. Nem teljesek ezek a láb maradványok, ez viszont nem annak köszönhető be, hogy a halál után vesztek el a csontváz maradványok, hanem az illető még életében elveszítette a láb közép csontjainak a végrészét, illetve az új perceit. Ez a megbetegedés az úgynevezett specifikus fertőző megbetegedések körébe tartozó lepra. Ez volt egyébként a legelső lelet, leprás lelet, amit Magyarországon leírtak, és tanszékvezetőnk dr. Pálfi György volt, aki ezt a leletet megtalálta. Itt az asztal szélén egy szegedi illetőségű koponyát láthatunk, egy fiatal nőnek a koponyáját, akinek itt a homlok csontján a szifiliszre jellemző kráter képződmények láthatók. Ez a koponya a közelmúltban nagyon nagy érdeklődésre tett szert, mert bizonyíték volt a szifilisz prekolumbián eredetére. A leletek a tudomány fejlődésével együtt újra felfedezhetők, hiszen egy-egy betegség nem csak nyomot hagyott a csonton, hanem ott maradtak a kórokozók biológiai maradványa is, amelyek alapján megállapítható egy-egy baktériumtörzs evolúciója. Ki gondolta ugyanis 20-25 évvel ezelőtt, hogy ezekből a csontokból kinyerhetők lesznek ezek a DNS részek? Vagy például olyan mitokondriális DNS szekvenálható belőlük, amely alapján megállapíthatók az anyai ágon történő öröklődés alapján a népcsoportok rokonsága. De senki nem foglalkozott még 20-25 éve paleomikrobiológiával sem. És a sor még nem ért véget. A jövőben újabb és újabb metodikák jelenhetnek meg, amelyek segítségével újabb és újabb információkat olvashatunk ki a régi emberek biológiai maradványaiból. Az orvostudománynak, a biológiának és persze a történelmi és régészeti tudományoknak egyaránt fontos adatbázist hozva így létre. Ezért kell óvni, biztonságos körülmények között tárolni az emberi lét, fejlődés e fontos adatbázisait. Ennek vannak tudatában az antropológusok. Amikor idejöttem, és minden egyes csontváz valami újat nyújtott, úgy érezhettem, hogy kicsiben felfedező vagyok. És azóta is ugyanez a vágyhajt, minden egyes ember ad valami újat, valami meglepetést, valami csodát rejteget számomra. A szegedi gyűjteményt Európa 6. legnagyobbjaként tartják számon.
A 30 ezeres antropológiai biobank tagja a hazai stratégiai kutatási infrastruktúrák génbankok hálózatának. A nagy terv pedig az, hogy a budapesti természettudományi, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum, valamint az STE embertani tanszékének kezelésében lévő gyűjteményt, ha csak virtuálisan is, de egyesítsék, így hozva létre Európa legnagyobb és leghosszabb időt átölelő emberi csontgyűjteményét. Néhány évtizede a WHO még azt tartotta, hogy az ezredfordulóra a tuberkulózis, amit Morbus Hungaricusnak is neveztek korábban, eltűnik. Sajnos ez a jóslat nem vált valóra. Egyáltalán tudjuk-e, hogy mióta van ez a betegség? Pontos adatokat természetesen nem tudunk mondani. A paleopatológusok és a genetikusok különböző útvonalakon, de együttesen kutatják, külön-külön és együttesen kutatják a betegség eredetét, evolúciós kérdéseit. Csontani tüneteket a legrégebbi, még nagyon bizonytalan leleteknél, amit az irodalomban találunk, 500 ezer év körülre is datáltak már. Most ezek a leletek, ez egy homo erectus lelet, az nagyon bizonytalan morfológiailag. Ugyanakkor a modernebb időkből már biztos diagnózisú leleteink is vannak. A legstabilabb lábon egy 9000 éves neolitkori közel-keleti izraeli lelet áll, pontosabban két egyének a csontváz maradványaiból sikerült morfológiai alapon és molekuláris biológiai alapon is kimutatni a TBC fertőzöttséget. Ennek a leletnek a bemutatására is sor kerül a jövő évi konferencián, hiszen a szerzők itt lesznek velünk. Az eredettel kapcsolatban én azt olvastam, ami pedig közkeletű tévedés, hogyha ez igaz, amit nekem sikerült, hogy utána nézzek, hogy nem a szarvasmarháról kapta az ember ezt a betegséget, hanem éppen fordítva. Valóban így van? Valóban így van. Nagyon sokáig szinte dogmaszerűen tartotta magát ez az elképzelés. Nagyon logikusnak tűnt, hiszen az első ismert leletek és elég szép gyakorisággal az első leletek a neolit korból, tehát a szarvasmarha félék háziasítása utáni időkből kerültek elő. Logikus feltételezés volt, hogy a bovin típusú fertőzés, tehát a mikobaktérium bovis kórokozó kiváltotta fertőzés került át az emberre később. A paleopatológia legfrissebb leletei, még közületlen leletekről beszélek, de már 2012 tavaszán az a felfedezés is itt meg fog jelenni a repertoárban. Már van neolitkor előtti, 11 ezer évnél régebbi, a szarvasmarhaférék háziasítása előtti igazolt, mind molekulárisan, mind morfológiai igazolt leletünk. Nyilván nem csak a paleopatológusok dolgoznak ezeken a kérdéseken, hanem a molekuláris genetika szakembere is a Párizsi Pasteur intézetben és több helyen a világon nagyon komoly kutatócsoportok kutatási témája a mikobaktériumok evolúciója, és 2002-ben napvilágot látott már egy tanulmány a francia Roland Bros laboratórium vezető első szerzőségével, amely igazolta különböző a mikobaktérium genomban felfedezhető mutációknak a elemzésével, hogy a mikobaktérium bovis lényegesen fiatalabb kórokozó, mint a mikobaktérium tuberculosis, tehát az emberi TBC elsődleges kórokozója. Mostani becslések szerint a szétválás az egy 30-60 ezer évvel ezelőtti időszakra tehető, amikor a mikobaktérium protuberkulózisból kiágaztak a modern változatok. Ezért is nagyon érdekes az a vizsgálati irány, amit mi kezdeményeztünk, hogy neandervölgyi ősemberek leletén próbáljunk megvizsgálódni. Morfológiai alapon
föltételezhető például a subajuki fiatalabb, tehát a gyermek lelet esetében, hogy az endokraniális elváltozása, tehát a koponya belső felszínének az elváltozásai összhangban lehetnek egy TBC-s eredetű meningitisszel. Egyelőre nem tudtuk igazolni, de rajta vagyunk az ügyön és dolgozunk. Nézőink itt most fotókat láthatnak egy avarkori nő eltorzult testéről, illetve néhány felvételen annak a 18. században élt fiúnak a részben mumifikálódott csontváza látható, amelyet a 90-es években találtak a Váci Fehérek templomának kriptájában. Mindketten TBC-ben szenvedtek, de majd 1000 év telt el a két lelet között. Mit mondhatnak ezek a csontmaradványok a tuberkulózis evolúciójáról? Eleve félelmetes a szó, hogy a tuberkulózisnak van evolúciója. Van, természetesen van, mint minden élőlények, minden biológiai objektumnak van, és minden rendszertani egységnek van evolúciója. Itt igazából, ha tuberkulózisról beszélünk, magáról a betegségről, akkor egy koevolúcióban kell gondolkoznunk, hiszen a gazdaszervezet és a kórokozó egy közös evolúciós pályát fut be, és nyilván a kórokozó evolúciós sikerén múlik az, hogy milyen hosszú lesz az együttélés. A mikobaktériumok, tehát a TBC-t okozó kórokozók esetében ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon sikeres együttműködés, ismerve azokat az epidemiológiai adatokat, amik ma is sújtanak bennünket. Ez a tüdő betegsége, de a tüdő elporlad az idők során, és csak a csontok maradnak meg. Több tízezer csontleletet néznek át. Mit keresnek ilyenkor pontosan? Mutatna példát itt az asztalon látható? Igen, már az előbb említettük közül. Az avarkori, fiatal avarkori női lelet súlyos gerincelváltozásait. Itt, ha rá közelítünk a kamerával, vagy egy külön nagyobb felbontású fényképen megnézzük, akkor látható, hogy több csigolya testet elpusztított a betegség. Egy hasonló, de korábbi fázisú csigolya pusztulás, szintén TBC-s csigolya pusztulás egy középkori leletből. Itt látható, hogy a gümőkoros elfajulás elpusztította a csigolyatestnek egy jelentős részét. Most egy későbbi fázisban összeroppan, és tulajdonképpen a gyógyulás okozza az összecsontosodást, hiszen ez a kórfolyamat valamikor a beteg életének egy jóval korábbi szakaszában zajlott le. Túlélte azt a heveny fázist, ami akkor jellemezte a betegségét. A csontjai összecsontosodtak, és ebben a torz pózban töltötte el az évei későbbi szakaszát. Nagyon súlyos csontpusztulást okozhatott, és okoz ma is olyan országokban, harmadik világban, ahol nem állnak rendelkezésre megfelelő időben és megfelelő körülmények között az antibiotikum terápiák. Tehát mi, amikor diagnosztizálni akarjuk a régi antibiotikum éra előtti eseteinket, akkor nem a modern európai esetleírásokat használjuk, hanem afrikai vagy ázsiai országok orvosi szakirodalmára támaszkodunk inkább, hiszen ott találunk sokkal jobban passzoló esetleírásokat. Említettem már a francia kutatók kapcsán, hogy a molekuláris genetika eredmény, molekuláris biológiai genetika eredményeit önök is használják. Hogyan használják ezekben a kutatásokban? Együttműködésben, tehát nem véletlenül hangsúlyoztam már korábban, és ez a korábbi 1997-es konferenciáknak is a jellegzetessége volt, hogy kifejezetten interdisziplináris vagy multidisziplináris területről van szó, hiszen van az antropológiai oldal a maga morfológiai megfigyeléseivel, nyilván ennek van egy ponton határa. Jó valószínűséggel meg tudunk jósolni már sokszor egészen korai tünetek alapján, hogy egy csontváz fertőzött volt-e tuberkulózissal vagy sem, de bizonyosságot mi nem tudunk mondani. Szerencsére az utóbbi 15 év együttműködései oda vezettek, hogy ma már egészen jó biztonsággal
és jó eredményességgel ki lehet vonni régi DNS maradványokat a csontleletekből, és ezt megfelelő laboratóriumi körülmények között amplifikálni lehet, és tulajdonképpen a modern diagnosztikai módszerekkel a kórokozó DNS maradványait lehet azonosítani. Az egykori kórokozók vizsgálata segíthet-e a mai gyógyításban? Abszolút ezen vagyunk, és én nagyon remélem, hogy most ez a második lépcső, a molekuláris genetika és a paleopatológia összefonódásában oda vezet, hogy ténylegesen konkrét adatok alapján lehet tanulmányozni, illetve prognosztizálni a kórokozó evolúciós kapacitását, evolúciós technikáit. A Szentgyörgyi Alberthez kapcsolódó évforduló lehetőséget nyújt a különböző tudományterületeken dolgozó kutatóknak, hogy ezeken a konferenciákon bemutassák a legfrissebb eredményeket. Szentgyörgyi Albert életútja, a Nobel-díja, az elért eredményei mit üzennek a mai kutatónak? Úgy gondolom, hogy Szentgyörgyi Albert csodálatos életútja számos üzenetet hordoz. A tudományos elkötelezettséget, kitartást, szorgalmat, alázatot és a nyíltságot egymás meghallgatását, egymás eredményeinek kooperációban való alkalmazását. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Nézőinknek köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Tudomány határok nélkül adásaiban 6 tudományág legfrissebb eredményeit, kutatási témáit vitattuk meg. Azt a 6 területet érintettük, amelyek kiemelt szerepet kapnak majd 2012. márciusában azon a szegedi konferencián, amelyet Szentgyörgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulója tiszteletére rendeznek. Figyeljenek ránk akkor is, és legyenek büszkék azokra a magyar kutatókra, akik által ment a világ elébb. Viszontlátásra!